A két évvel ezelőtti bronz és a tavalyi ezüst után ismét éremért utazott a Hepkupa győri négyes döntőjére a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elődöntőben a bajnokságban kétszer is legyőzött budapesti Honvéd várt a cápákra. A fővárosiak ellen meg kellett küzdeni a továbbjutásért, végül 8 pontos hátrányból fordítva 5 pontos győzelmet arattak a nyíregyháziak. A döntőben a Veszprémmel csak negyed óráig tudta tartani a lépést az első számú centerét nélkülöző Blue Sharks, amelynek a 17 pontos vereséget követően meg kellett elégedni az ezüstéremmel. Úgy gondolom, hogy nem volt reális esélyünk arra, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Tóth Geri az első mérkőzésen a Honvéd ellen sajnos a sérüléséből adódóan kevesebbet játszott ugyan, de ennek ellenére a sérülése súlyosbodott, és nem tudott már a döntőben pályára lépni, és azzal, hogy a csapatunkból ő kivált, teljesen megváltozott a csapatunknak a játéka, a palánk alatti játékunk nem volt olyan erős, ennek függvényében úgy gondolom, hogy nem volt sajnos reális esélyünk már az első negyed után arra, hogy megnyerjük a találkozót. Sitko Ernő szerint a három év alatt szerzett három hepkupa éremre büszkék lehetnek a csapattagjai. Úgy gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk. Természetesen mindenki álmodozik és szeretné a legjobb eredményt elérni, és szeretné, hogyha aranyérmesek lehetnénk. Látható, hogy ebben a mérkőzésben ez most nem volt benne. A Veszprém nagyon agresszíven, okosan és szépen játszott. Ráadásul erős csapatuk van. Láthatjuk, hogy a bajnokságban 19 mérkőzésből 19-et megnyertek. Nekünk meg kell nézni azt, hogy a bajnokság további részében hogyan tudunk rajtuk fogást találni. Bízom benne, hogy Tóth Gergő nem sokára felépül és erősítheti majd a csapatot, de figyelnünk kell a következő mérkőzésekre, és meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Az NB1B piros csoportjának alapszakaszából még 7 forduló van hátra. A jelenleg 5. helyen álló nyíregyháziak pénteken a 13. helyezett Bonyhád otthonában lépnek pályára.